Egy idézettel kezdeném. Régi trükk azzal vádolni az ellenfelet, amit ők maguk készülnek elkövetni. Ezt Orbán Viktor mondta hétfőn a parlamentben. Most már tudjuk, hogy ez egy vallomás volt. Elfogtunk ugyanis egy levelet. Móring József Attila, fideszes képviselő, polgármestereknek írt körlevelét, amely azt bizonyítja, hogy a Fidesz az emberek háta mögött elkezdte összeírni azokat az ingatlanokat, ahová a polgármestereikkel bevándorlókat akarnak betelepíteni. Itt van maga a levél, majd a kollégák ebből adnak önöknek is egyet. Ez a levél írásos bizonyíték arra, hogy Móring József Attila, fideszes képviselő, egy tanácskozásra hívja a polgármestereket a következő témában. A kötelező betelepítési kvóta esetén migránsok elhelyezése településeinken üresen álló ingatlanjainkban. Vagyis a helyzet világos, a Fidesz elkezdte összeírni azokat az ingatlanokat, ahová külföldieket akarnak betelepíteni. Ez egyértelműen bizonyíték arra, hogy a Fidesz az emberek háta mögött titokban saját maga szervezi a migránsok lakáshoz juttatását. Mivel tegnap óta Juncker, a bizottság elnöke is megerősítette azt, amit már régóta mondunk, vagyis hogy kötelező betelepítési kvóta nincs és nem is lesz, ez a durva lebukás azt bizonyítja, hogy a Fidesz maga állítja elő azt a helyzetet, amivel egyébként ők maguk riogatnak országszerte. A helyzet világos, csak a Fidesz végez szervezett betelepítést Magyarországon. A letelepítési kötvényprogrammal eddig mintegy 16 ezer embert, azaz egy városnyi bevándorlót telepítettek le Magyarországra. Móring József Attila, Fidesz országgyűlési képviselő körlevele tehát azt bizonyítja, hogy a saját polgármestereikkel elkezdték összeiratni azokat a címeket, ahol ezeket a kétes hátterű afgán, orosz, kínai betelepülőket el akarják helyezni. Köszönöm szépen, kolléganőm fogja folytatni. Köszönöm. Tehát Magyarországon csak a Fidesz szervez betelepítéseket, és ezek a fideszes betelepítések a letelepedési kötvényekkel zajlanak. Már 16 ezer bevándorlót hoztak így Magyarországra, közöttük elítélt bűnözőket is. Ebből a Fidesz közeli személyek már eddig is 100 milliárdos hasznot kaszáltak. Az, hogy a Fidesz elkezdte összeíratni a migránsoknak adható ingatlanokat is, azt bizonyítja, hogy a Fidesz további kedvezményeket akar adni annak a már 16 ezer bevándorlónak, akiket idehoztak a letelepedési kötvényekkel, és azoknak, akiket még ide fognak ezzel hozni. Tehát a Fidesz arra készül, hogy állampolgárságot, útlevelet és ezzel szavazati jogot is ad az általuk betelepített külföldieknek. Ez az elfogott fideszes körlevél a migránsoknak adható ingatlanok összeírásáról is azt bizonyítja, hogy a Fidesz még több betelepülőt akar Magyarországra csábítani. Akár úgy, hogy a Fidesz maga gondoskodik az eddigi 16 ezer betelepülő, illetve a további bevándorlók elhelyezéséről. Ez a gyomorforgató levél azt bizonyítja, hogy amivel a Fidesz riogat, az saját anyagi hasznáért titokban saját maga szervezi. Az MSZP szerint a magyarságot, a magyar nemzethez való tartozást nem lehet áruba bocsátani. A Fidesz azonnal fejezze be a migránsoknak kinézett ingatlanok összeírását, azonnal fejezzék be a fideszes betelepítéseket, és azonnal fejezzék be az emberek átverését. Tehát azt üzenjük a magyar embereknek, hogy csak is ők tudják megállítani a fideszes betelepítéseket azzal, hogy nem vesznek részt az október 2-i népszavazáson. Ne vegyenek részt ebben a fideszes átverésben. Köszönöm szépen.